csináltunk semmit se, mert hogy itt kell költöznünk. Mi szegények vagyunk, nekünk nem kell egy csöbben. Hát, ez ilyen fejlik gombás már. Meg kellett ellene csinálni, de nem akarjuk megcsinálni, mert az van, hogy kilakoltatások vannak. De benézhetnek. Hát ez különbiz, de hát nem csinálunk semmit, mivel hogy úgy tettek, hogy ki kell költözni. Uh-huh. Itt aludtak a lányok, két kislányom, mert egy kiskorú van még velünk. Mióta élnek itt? Itt ebben a szőlőskertben lakunk 14 éve, de volt egy kis megszakításunk, de utána visszajöttünk. Nekünk nem telik többre, mert nem dolgoztam, na most már hála jó Istennek dolgozok, a sajtgyárba ide tessék figyelni, és voltam szerdán is az önkormányzatnál a múlt héten. Azt mondták nekem, hogy nem tudnak segíteni, meg még nem döntöttek. Mondom, hát egyeseknek lehet lakni faházba, és nekünk nem lehet. Megmondom, az oké is mezőgazdasági épület, ők benne laknak. Megmondom, a másik illető az meg megengedte, hogy lakjon benne a házába. Hát mondom, hogy van ez, és őket meg nem zaklassák. Varga Imre vagyok, Nagybocskai szőlőskerti lakos. Arról lenne szó, hogy a cigányságról és a magyarság kilakoltatásáról szólna ez a dolog. Milyen kilakoltatásról beszélünk? Olyan kilakoltatásról van szó, hogy az önkormányzat zöldövezetet akar létesíteni itt a Nagybocskai szőlőskertbe és a Kisbocskai szőlőskertbe egyaránt. Ez úgy történt, hogy 2009-ben második hó 3-án kifolyólag, azt mondja pontosan, mondom, a DTV jött ki hozzá, és azt mondta Ficsor László, hogy a város nem fejleszteni szeretné ezeket a területeket, hanem ezt a keveset is szeretné visszafejleszteni, ami eddig biztosított, tehát szeretné, ha szőlőskertként működhetne tovább ez a terület. Na de valamikor ők megengedték azt, hogy kiköltözzenek akárhonnan, Debrecenből, Hatházról, Ózról és több településekről ide engedt őket, hogy itt lakhasson. Hát gondolom nem személy szerint. Gondolom nem személy szerint a jegyző úr. Hát minden. Szóval az polgármester, uh-huh. meg nem csak ez a polgármester, hanem többi polgármester is. Említek egy nevet, Lázár Imre, 5 szezont húzott le itten Hajdúböszöbi kormányzatnál, mint polgármester. Ő például a belvárosba, mondom azt, hogy a cigány kisebbséget és a magyarokat ki megtisztította azt a böszörményi részt. És megengedte nekik azt, hogy itten akár pajtát, akár mezőgazdasági épületeket vásárolhatnak. Na most ez az önkormányzat, aki Kis Attila polgármester és Ficsúr László jegyző úr, és a képviselőség döntésével döntöttek, jobban mondva, avval a szempontban, hogy ma már arra került a sor, hogy a szegény embereket, a cigányságot és a magyarságot egyaránt, nincs kivétel, ki akarják őket lakoltatni. De ezeknek az embereknek nincs pénzük, ugyanúgy nekem se, hisz én nyugdíjas vagyok, azon, akik elég keveset kapok, a feleségem is elég keveset kap, de ez nem csak én rólam szól, hanem mindenkiről szól. Ami azt jelenti, hogy itt 600-800 emberről szó van. Én igaz eleinte 2000-et írtam gyerekestől együtt. De körülbelül ott van ez. De egyáltalán élhetnének itt ennyien? Élhetnének ennyien, de nem engedik. Nem engedik, mert olyan... Mert gondolom nem személy szerint a polgármester, hanem valószínűleg van erre jogszabály, ami kültje. A jogszabályt ők tették lényegében, mert 2012. január 1-től a
önkormányzat szabad kezet kapott, amit az országgyűlési képviselőség döntött. Szóval ami a szabad kezet, nekem van egy paragrafus róla, az jelenti, hogy ők megszabhassák ezt a dolgot, hogy hol és hol lakhassanak. Tehát ez lett volna a negyedik. Bodaszőlőt közművesítették, ott laktam Bodaszőlőn, azt közművesítették. Videt közművesítették, ott is laktam Viden. Ilyen ide-oda járó voltam én is, a szüleim is. Vándormadár. Jó, legyek vándormadár. Pródot, igazából nem laktam, de azt is közművesítették. Ez lett volna a negyedik. És ezek a helyekre miért kellett eljönni? Elköltöztem, azt tudtam, hogy itt jobb lesz az élet, mint a többi helyeken. Ezek mind közművesített területek. Ez lett volna a negyedik közművesített terület. Erre felvették akkor időben a pénzt, a járdára, a vízre, de azok el is tűntek. Kivágták a fasorokat, vizet akartak behozni, és ezek eltűntek. Na, 2009-ben, amit most visszamenőleg mondani akarok, 2009-ben meg például beszennyezték a kutakat. Olajt öntöttek bele, meg vegyszert, meg mindent. De most erre gondolom nincsenek bizonyítékai, mert azért ezek elég komoly vádak. Elég komoly vádak, hát itt tettesek nincsenek, itt elő van írva, lényegében itt van, amit a DTV leadott, és avval kezdődött, hogy nem lett víz. Mindenki oda jár, én például ebben a szomszédba járok vízért, mert nekünk fúrott kútunk nincsen, ebből iszunk, mosdó, főzünk, minden amúgy. Dr. Ficsor László, a jegyző úr, beszélgettünk egy pár szót akkor időben, megcsinálta nekünk ezt a kannás vizet, minden évre kiküldött nekem 1.700.000 forintos számlát, hogy ennyibe kerül a víz a szőlőskertnek. Hát volt olyan, akinek nem is jutott, meg büdös is volt a víz. Ez is biztos. De ha kiszámoljuk, 3 év alatt 1.700.000 forint, meg amíg kitakarítgatták a kutakat, de be is temették az összes kutat itt a szőlőskertbe, a Nagyboskaiba főkép, ki is tudták volna hozni a vizet. De még most se adtak arra választ, hogy miért büntetik az embereket. Nekik is kaptunk a végzés már, hogy ki kell 16-án ki kellett volna költöznünk a lakásunkból. De miért? Egyszerűen, mert nem lakóház, hanem mezőgazdaság épület. Idáig jó volt a mezőgazdaság épület is, nem volt semmi gond. Csak egyszerűen ezt határozták, hogy most már ki kell költözni. De amikor beköltöztek a házakba, akkor nem akkor tudták? Ezek nem voltak még akkor. Ezek még a Holdba se. Szóval ott nem jelentkeztek náluk se ezek a bőr. De önök tudták, hogy ezek nem lakóházak? Igen. Persze tudtuk, és beengedélyezték is. Sokan laknak itt a harmadik dűlőn, a negyedik dűlőn. Sokan vannak itt, akik ebben vannak, és azért 600-800 családnak kell kitelepülni emiatt. Úgyhogy a lényeg az benne, hogy itt 500.000 forintos, ami itt van, 500.000 forintig terjedő, és ha a kötelezettség teljesítésének ennek ellenére sem történne meg, akkor végrehajtást a rendőrség közreműködésével is kikényszeríthető. Na szóval, és akkor olyan dolgok, hogy kijöttek gyámügygel, akkor a jólétibinek, mondjátok csak, családkisegítővel, ezekkel jöttek, hogy rákényszerítsék a családot arra, hogy minél hamarabb meneküljenek el. Mellesleg lenne hova menniük? Nincs pénzük az embereknek. Szóval ami azt jelenti, hajléktalanok lesznek az emberek. Hajléktalanok. Az az igazság, máma, négyfele oszhassuk az emberiséget. Van felső osztály, középosztály, szegénység és hajléktalanság. Régebben csak két osztály volt. Felső osztály, meg középosztály. Az a régi rendszerben volt. És akkor volt munka, kenyér, minden volt. Hová folyamodottunk?
1939-re visszafele. Nem előre haladunk mámamán, hanem visszamegyünk a múltba. Mivel elégednének meg? Mi lenne a megoldás önök szerint? A jó megoldás az lenne, hogy egy kis pénzjuttatást, nem úgy, hogy az embereknek adják oda, hanem egy kicsit fejleszék fel ezt a szőlőskertet olyanná, amilyen mi, ők is jónak látnák. Tehát, hogy itt lakhassanak? Hogy itt lakhassanak. Egy olyan, ami emberi méltóságnak megfelelő. Körülményeket. Igen, a körülményekhez. Ez kellene amúgy. Nem az, hogy kilakoltassák az ember, és akkor azt mondja a polgármester úr nekem, ő megteremtette magának a jólétet, teremtsük mink is meg a magunkét. Most mondom, hová menjünk? Azt mondja, menjenek az ég alá. És akkor olyan mondtak a feleségemnek, ezt meg a feleségem tudja elmondani, mert akkor nem nagyon beteg voltam, mert így infarktusom volt, meg sok betegségem van, de nem is erről beszélgessünk, mert nem is ezért jöttek ki. Ő neki azt mondták például, hogy mondta a feleségem, hogy hát vannak itt pár emberek, akiknek megengedték, hogy lakhassanak. Az azt mondja, az megint más. Miért megint más? Az emberek egyek. Ha mindenkinek menni kell, és ha menni kell annak a 800 ember, akkor a többinek is menni kellene. Na most, olyant is mondtak már most, hogy megadtak 80 vagy 90 embernek, adtak mezőgazdaság épületre engedélyt, de egyeseknek. Ilyen is van. De a többi ember, ha 800 emberből 90-nek megengedték, az még csak 710. Az a 710 ember hová megy?